A Heppkupa döntője után 2 héttel ismét találkozott a tabella első 2 helyezettje. A koronavírus által sújtott szigetszentmiklósiak ugyan kérték a mérkőzés elhalasztását, amihez a nyíregyháziak hozzá is járultak, a szövetség azonban nemet mondott a későbbi időpontra. Az első negyedet 12 ponttal, a második 10 percet 6 ponttal nyerték a cápák. A harmadik játékrészben 20 pont fölé kúszott a különbség, és bár az záró negyedben faragott hátrányából a BKG, Siska János együttese magabiztosan szerezte meg 21. bajnoki győzelmét. Úgy mentünk oda a mérkőzésre nyilván, amikor felkészültünk, hogy teljes kerettel lesztek, mert nem tudtuk, hogy ki fog játszani és ki nem fog játszani. Akkor szembesültünk velük, amikor a kezdődött felküldték a pályára, hogy milyen csapattal fogunk játszani. Én azt kértem a fiúktól, hogy az elején vegyük komolyan, építsünk ki egy előnyt, és utána már nyugodtan tudunk játszani. Ez így is volt, én úgy gondolom, hogy az első negyedtől kezdve végig vezettük a mérkőzést, túlaltuk az egész meccset, és azokat a játékosokat tudtam pihenteni, akiknek sérülésük volt, illetve többet játszottak mostanában, és többet tudtak játszani azok, akik kevesebbet játszottak. A forduló további eredményei a következők: Nagykörös Salgótarján 93-90, TF Budapest Baja 85-89, MAFC Miskolc Veszprém 94-86, PVSK 2 MAFC 70-94, Vasas Akadémia Budapesti Honvéd 104-97 és MTK Elite Basket NKA Pécs 68-103. A tabella élén a Nyíregyháza áll 21 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve a 16-4-es mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémiát és a 14-8-as mérleggel álló Vasas Akadémiát. A cápák januárban és februárban 7 meccset játszottak, márciusban viszont csak 4 találkozó vár a nyíregyháziakra. Igazából nekünk feküdt ez a szárda-szombat ritmus, amikor heti 2 meccset kellett játszani. Eléggé bő a keretünk, úgyhogy így is tudtunk jól teljesíteni, de természetesen most azért ez megint csak jól jön, hiszen vannak kisebb sérülések, úgyhogy azokat itt az idő, hogy kikuráljuk, és heti 1 mérkőzéssel készülünk a playoffra. A következő mérkőzést pénteken játsszák a kék cápák, azaz NKA Pécs érkezik Nyíregyházára, amelyet vendégként hosszabbítás után győztek le Mohácsiék. Igen, az egy speciális mérkőzés volt, Zsinórban a 7. meccset játszottuk 1 hónap alatt, tehát ott azért nagyon fáradt volt a csapat. Én azt gondolom, hogy itthon azért jobban tudunk rájuk készülni, többet tudunk pihenni, magabiztosabban kellene megnyernünk ezt a mérkőzést, de nem szabad az, hogy elhatasson, hogy gyakorlatilag alapszakasz elsők vagyunk, és oda kell figyelni, mert azért a Pécs egy veszélyes gárda. A Hübner-Nyíregyháza Blue Shaks NKA Pécs zártkapus mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik a kontinentál Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig szombaton 21 órától láthatják a találkozót.